Tisztelt érdeklődők, kedves hölgyeim és uraim! Történelmi időket élünk. Most, amikor már nem csak külföldi beszámolókból értesülhetünk származásunk genetikai vonatkozásairól, hanem hazai archeogenetikai vizsgálatok is igazolni látszanak a főleg II. Világháború után eltagadott őstörténelmünket, nyelvészeti oldalról is egy áttörés szemtanúi lehetünk. A következő 20 részes sorozatban varjú dombi mesék szintjére degradált nyelvészeti elméletek kerülnek új megvilágításba, és a dogmává kővült, és ez alatt megkérdőjelezhetetlen, és ezért tudománytalan központi nyelvészeti direktíva jut végre górcső alá. Igen, jól hallották, hiszen a széles tartományú tudástár szerkesztője, lévén maga is tudós, az altaisztika doktora, nem vett el ex-katedra semmilyen elméletet, hanem tanult módon, komprehenzív és komparatív vizsgálat alapján véleményez és alakítja ki álláspontját. Hallgatóként a finnugrizmus talajáról terepre induló fiatal, mint egy 4 évtizedes becsületes kutató munka eszenciájaként jutott a finnugrista felfogás igazolása helyett épp ellenkező eredményre. Bár már a 18. században is voltak megállapítások, vagy feltevések a magyar, a lap és az Urál környéken élő népek nyelveinek hasonlóságáról, Sajnovics János, Gyarmati Sámuel, aki csak székből kutatott, majd Reguli Antal, a nagy forrásgyűjtő, kinek összegyűjtött anyagait később Hunfavék dolgozták föl, akkor, illetve a következő 19. század elején még nem beszélhetünk finnugrizmusról. Az 1860-as évektől indulva vált uralkodóvá az úgynevezett finnugor nyelvelmélet két német származású szerző hatására. Hunfalvi pár született Paul Hunsdorfer, jogász, politikus, néprajzkutató, 1864-ben adott ki könyvet a már említett Reguli gyűjteményből, és ő volt, aki 1858-ban Németországból meghívta József Budenzet. Jó lehet, ő tekinthető a magyar nyelv finnhez kötése szüleinek, mégis érdekes tény, hogy éppen Hunfalvi volt az első, aki az akkori akadémián fölvetette a sumér magyar rokonságot is, arról nem beszélve, hogy kezdetben mindketten török irányultság hívei voltak. Klíma László finnugor őstörténeti kresztomátiájában már a kész finnugor egy kalapot használja a századforduló előtt, és a finnugor történelmi kutatás szempontjából Térfi János 1863-ban Pesten kiadott művét nevezi meg, aki mint egy fél száz ókori szerzőtől hoz szövege. Bár a magam részéről nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezzel Térfi egyetértene, de az idézett forrásokban említett népek egy részét a mai kutatás finnugornak tartja. Klíma tanár úr blogjában többek között még két személyről esik szó. Barna Ferdinánd és Munkácsi Bernát, akik a 19. század utolsó negyedében publikáltak, utóbbi egy bécsi kutató alapján Hérodotoszi népnevek finnugorokhoz való kapcsolatáról számol be. A 20. század első harmadától pedig Zsirai Miklóst említi, aki finnugor nép kifejezést használ, és csatlakozik a már említett bécsi keletkutató finnugorosított népneveinek elméletéhez. Klíma 1999-ben letette a voksot a finnugrizmus mellett, ez sokat 2018-ban sem változott. Jó lehet, az archeogenetikai eredmények hatására már nem erőlteti a finn-magyar vérrokonságot, viszont hozzáteszi, idézem, a mai magyarság elvesztette eredeti genetikai jellegét és szinte teljesen kicserélődött. Mint az elején elmondtam, most, hogy nincs már holtpályára téve a magyarság kutatása. A Magyarság Kutató Intézet továbbá egyes lelkes és jeles kutatók jóvoltából hatalmas revelációk részesei lehetünk. Jelen történelmi archeogenetikai eredményeink cáfolják Klíma állítását az elveszett genetikai jellegről, és emellett a következő előadásokban a magyar nyelvészet szorgalmas tudós asszonya, dr. Ceglédi Katalin mutat ízelítőket grandiózus évtizedeken át végzett feltáró munkájának gyümölcseiből.
Eddig közel 150 tanulmány és mintegy 32 könyv írója. Részletesebb bibliográfia film végén található. A Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek 6 kötetes szótára már elkészült. Feltétlenül érdemes megemlíteni a Keletkapuját, mely egy nagyon szép kivitelű történelmi folyóirat, melynek szerkesztésében 2017-től vesz részt. Sok kötetes itt bemutatásra kerülő tudományos munkájának főcíme a Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek nyelvtana és kapcsolatai. Alcím: a turáni nyelvek, szkíta, hun és utódai, köztük a magyar is a székely alapja. A nagy mű, mint majd látni fogjuk, sok-sok példát hozva foglalkozik nyelvtani fogalmakkal, úgy mint hangtan, mondattan, gyökrendszer, különféle isten, bolygó, személy, törzs, nép, földrajzi nevekkel és címekkel, jelentéstannal, különféle, avagy éppen összeredetükben rokon és szomszédos népek nyelvének kapcsolataival magyar viszonylatban. A teljesség igénye nélkül nevezek meg párat: bolgár, böszörmény, szarmata, csakatáj, csuvas, szláv, türk. A magam részéről ennek a munkának a jelentőségét feltáró, ismertető, helyreigazító jellege mellett abban látom, hogy most nem söpörhetik el délibáb meg dilettánsnak tituláló kritikával az itt bemutatott és bőven illusztrált nyelvészeti tényeket, ugyanis egy sok utat bejárt, megalapozott tudással rendelkező és tudományos szintű vizsgálati módszereket ismertető és alkalmazó, nagyszerű kutatót ismerhetünk meg sorozat részeiben. Végül idézem a szerzőt. Legfőbb tanulságként elmondhatjuk, hogy az úgynevezett finnugor elmélet tarthatatlan, s a magyar, az ősturáni nyelv ma élő, hatalmas, igen gazdag utódja. Ez azonban felelősséggel is jár, ugyanakkor a világ más népei részéről ennek a ténynek is elfogadásával, hiszen ők is gazdagodtak és gazdagodnak ezáltal. A magyarság értékteremtésre és megőrzésre született, nem pedig paráznaságra. Külön köszönet a szerzőnek és külön köszönet nemzetes Bárdosi Ferencnek, aki a megfelelő környezetet biztosította, és munkatársainak, akik a filmet készítették. Zsirai Miklós hitvallásával ajánlom szíves figyelmükbe a turáni nyelvekről szóló sorozatunk. Szeretem nyelvemet, ezt a minden előttem élt magyarnak lelkével átitatott drága örökséget, ezt a minden utánam élő magyarra átszármaztatandó szent muzsikát. Kérem, fogadják szeretettel! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket! A mai témánk se kisebb, mint az eddigiek, hiszen minden egyes téma egy-egy könyv anyaga. A mai napi előadásomnak is hatalmas a tényanyaga is, meg hát ugye a megoldások, az értelmezések, jó 400 oldalas könyv, és rövid egy óra alatt kívánok róla szólni. Tulajdonképpen a mai napon is csak tájékozódási jelleggel lehetséges. A tulajdonnevek után következnek a köznevek, és a közneveknek ez az első előadása. Nos, a tulajdonneveknél az első előadás volt a földrajzi nevek. Akkor megígértem, hogy a 6 kötetből minden alkalommal bemutatok egy-egy kötetet. A múlt alkalommal elfelejtettem felemelni az asztalról, de úgy is felvette a kamera, úgyhogy most viszont fel is emelem, le lehet látni, ez a negyedik kötet. A következő alkalommal, a jövő héten majd az ötödik kötetet mutatom be. Hatodikat már azért nem, mert a pártus konferencián az első és a hatodik kötetet mutattam be. Úgyhogy
ezennel áttérek a köznevekre. A közneveken belül is az első témára népnevek, címnevek, egyéb köznevek. Na most, látni fogjuk, hogy a könyv az életmű sorozathoz illően már megszerkesztett, és ez a címlap, és íme a tartalom. Lapszám még nincs odaírva, ugye, mert amikor már a tördelő, hogyha lesz kiadó, aki elvállalta, a tördelő elvégzi a munkáját, csak utána tudjuk odaírni az oldalszámot, hogy melyik cím, melyik oldalon kezdődik. Itt viszont annyi, ami nekünk fontos, látható, ugye három fő részből áll ez az anyag, a népnevekből, címnevekből és az egyéb közszókból. A római egyes jelenti az elsőt, népnevek. Nyilván előszóval bevezetéssel kezdődik. 38 népnevet dolgoztam fel. Vannak, amelyeket részletesebben, vannak, amelyeket kevésbé részletesen, de itt igyekszem, amennyire az idő engedi, valamennyiről szólni, de nagyon röviden. A Turán népnévről annyit tudok ma elmondani, amennyi az időbe bele fog férni, hogy nagyon ősi névről van szó, ez az ennek rengeteg változata, alapváltozata megvan a Volga-Urál vidéke földrajzi neveiben, amelyek ugye ebben a szótárban szerepelnek. És mivel a T-vel kezdődik, ezért a hatodik kötetben szerepel a Turán név. Ennek alapváltozata a türk. És a Turán is személynévi eredetű dinasztia névből lett. Hogy milyen személynév, erre a Jacques Tarihi bulgár évkönyvek is hoznak példát, mégpedig leírják a bulgár évkönyvekben, hogy az első idel-uráli királyság Turán volt, mint egy 33 ezer évvel ezelőtt. Idel ugye a Volgának a neve, Urál meg a hegység. Na most, ami az érdekesség, én ugye sokszor elmondtam az előadásom alkalmával is, hogy a Volga-Urál vidéke földrajzi neveit gyűjtöttem össze, azokat dolgoztam fel. Csak több tíz év után tudtam meg, hogy én az ősi Turánnak a földrajzi neveit fejtettem meg, és annak az etimológiai szótárát írtam, természetesen kibővítve a környék neveivel is. A következő név a Szaka. Szaka pedig ugye a szkítáknak az elődje, nagyon, nagyon ősi név, Aradi Éva sokat írt róluk. Amíg a Turánnak a szerkezeti felépítése tu plusz rán, de ennek van olyan változata is, hogy türinke. A csuvasoknál megvan úgy, mint ősi törzsnév, csuvas forrásban, Asmarinnál szerepel, türinke változatban, tehát türinke. Eleinte az előtag is, meg az utótag is folyójelentésű, vagy vízjelentésű volt, de annak a mintájára ugye születtek a személynevek is. Így lehetséges az, hogy a Turán népnév személynévi eredetű dinasztia névből lett. A Jacques Tarihi bulgár évkönyvekben leírják, hogy női istenség volt Turán, és
Turán a szeretet és a jóság szelleme, de még azon kívül sok mindent leírnak. Röviden csak ennyit, hogy elsőként női név volt, másodikként lett férfi név. A szaka pedig a szkítának az elődje. Nagyon fontos, hogy a szkíta szerkezeti felépítése szkí plusz ta, a ta utótag eredetileg víznév volt, de idővel a használat során valamivel való ellátottságot jelölő képző lett, és azt jelenti a szkíta, hogy szkíhez tartozó, szkível ellátott, szkí mellett lévő. A szkí pedig ugyanaz, mint a szaka, tehát azt jelenti a szkíta végső soron, hogy szakához tartozó. Egyébként a szkíta és ugye hát a személynévi eredetű dinasztia névből lett végső soron népnév. Ha megyünk tovább, ott a székhely. Ja igen, még itt kell megemlítenem, otthon igyekeztem megegyezni, hogy a szkíta és a szaka kapcsán említsem meg a szobrokat. Amikor én egyetemista voltam a 70-es évek első felében, akkor hallottuk a hírt, hogy egy új népet ismertek meg, a szobd népet. Azóta már sok irodalom született róluk. A szobd ugyanaz, mint a szaka, a D, meg ugyanaz, mint a szkítában a tá. Na most a Jakartarihiben a szogd egy korábbi teljesebb alapváltozat, és úgy szól, hogy szagdak. Tehát ennek a tának egy teljesebb alakja, amiről én a munkáim során sokat írok és beszélek, de hát most csak ennyit, ilyen röviden. Mert jön mindjárt a székely népnév, a székelynek a széketöve ugyanaz, mint a szaka, és a jé, vagy ha ellen mondjuk, székel, ugye, ismerjük, több szavunkban szerepel az el, és úgy szoktuk mondani, hogy az ellipszilonos jé, de hát ezek közös gyökerűek, tehát az el vagy a jé az már a T-nek a fejleménye, eredeti T-nek a fejleménye, csak nem követi magánhangzó ugyanúgy, mint a szkítában. Na most a széke, tő, szótő, ugye a szakának az alapváltozata, és a mai napig is ismerjük, földrajzi névben is, meg van személy névben is, nagyon-nagyon sok közszóban is szerepel. A székely népnévről én külön tanulmányt is írtam, majd szerepelni fog egy olyan téma, hogy a magyar nyelvnek a kapcsolatai más nyelvekkel, és ott majd fog szerepelni ez az anyag ismét. A magyar népnév. Külön tanulmányt írtam, és a magyar népnévről a Magyarok Világkongresszusán tartottam az elmúlt nyáron előadást Sánta Attila kérésére, hogy erről szóljak, mert ő elfogadta az én magyarázatomat, értelmezésemet, és akkor szóltam róla, ennek a töve magyar, és nagyon sok magyar közszóval is összetartozik. A mogyorónak a mogyó tövével, a mony tojás szóval, és nagyon fontos, hogy ezek a szótövek ugyanúgy a magyarban is, meg a székelyben, szkítában is a szótő, meg a maga a szaka, ezek mind forrást jelentettek elsőként, magot. És közszó jelentése őshöz, maghoz tartozó. A magyar esetében pedig ugye
a sok magyar szó létezik a mai napig is, és ezek akár önállóan, mint a mony, a tojásszóban is megvan az erv, pedig valamivel való ellátottságot jelölő képző. Visszatérünk a turánra most egy pillanat erejéig, mert az R az az képzőnek, vagyis ami eredetileg önálló szó volt, annak a kezdő mással hangzója. A turánban teljesebb forma szerepel a rán. És azt is említettem ugye, hogy ezek eredetileg víznevek voltak, és folyónevek is, meg vizet jelentő szavak is. Az érdekessége az, hogy ez a rán, meg az er, teljesebb alakja ránká, és a reká megmaradt az oroszban. Nagyon fontos az orosz, meg a szláv nyelvek nagyon fontosak, mert konzerválják az ősi elemeket, megőrizték, segítenek nekünk a megoldásban. A következő a hungár, ungár, ugor, hun, venger. Ezt az öt változatot egy sorba vettem, mégpedig azért, mert ezek alakváltozatok. Igaz, hogy a vengert a szlávok használják elsősorban, de átvették. A venger forma egyik alakváltozata megvan például egy komi víznévben, azt mondja, hogy Vangyur-ju. Vangyur az ugyanaz, mint a venger, a ju az pedig folyó, folyót jelentő szó, megvan a magyar jó folyó nevünkben is, ugyanaz etimológiailag kapcsolódnak. Na most ezeknek a hunga, unga, ugo, hu és a venge tömeg, ezek az alakváltozatok, és ezek jelölik a forrást, a kiinduló helyet, és nagyon, nagyon sok párhuzamot találunk ág. A magyarban az ág szó tartozik ide például. Hogy tartozhat ide az ág? Úgy, hogy a szókezdő mással hangzol, eltűnt, a nazális is eltűnt, mármint az az N nazális az pedig eredeti T fejleménye, a G az K fejleménye. De a szókezdő H a hungárban megmaradt, a vengerben meg V. Na most, hogy ez hogyan lehetséges, ugye nem csak a hangtanban írtam meg, hanem itt is leírom, meg amikor szerepelnek ilyenek, például a Vangyur-ju, majd a hatodik közletben szerepel a szótárban, ott is leírtam, hogy a V hogyan keletkezett. De hát most nincs rá idő, hogy azt is elmondjam. Nagyon fontos az, hogy a hungár, meg ezek a felsorolt nevek, ezek alapváltozatok, és ma ugye Magyarországnak az egyik neve Hungária, és a hunoknak, a hungároknak, ungároknak, ugoroknak, a hunoknak a nevét őrzi. Hogy kerül ide a hun? A hun korábban hunnu volt, és kettős ennel. Na most ennek a szerkezeti felépítése hun, és a nu a vége. Amikor ucsiraltú mongol professzornak, aki Kínában, belső Mongóliában él, és megírta a tanulmányában, Obusánszki Borbálának köszönhető, hogy lefordította magyarra, amikor megírta a tanulmányát, hát nem azt mondom, hogy megdöbbentem, meglepődtem és nagyon örültem, mert ami nekem már készen volt, ő ugyanazt írta meg, és nem is tudtunk egymásról. Tehát ő is, ez azt jelenti számomra, hogy ő is jó úton jár, meg én is, mert a rendszerbe így illik bele.
Neki is így illett bele az ő rendszerébe, ami nem mond ellent az enyémnek, nem csak ennek az egy névnek a kapcsán. Tehát mi is szoktuk mondani azt, hogy ugye ismerős, hogy Hunniában valami készül, és ott kettős az enn, igaz? Ott még megvan. De ma már csak egy ennet használunk, ejtésben is, meg írásban is. És nagyon egyszerű, mert ugye a nazális, az enn nagyon sok esetben eltűnik egy denazalizációs folyamatban, és ha csak egy enn volt, akkor eltűnt az az egy is, de a nyoma az alakváltozatokban mindig megvan. Itt pedig ugye a még ráadásul rövidülés is történt, mert még az egyik enn is eltűnt. De úgy értelmezhető a hun egy ennel, hogy hu a szótő, és az enn az a képző, ami korábban nu volt. Nem mindegy, hogy melyik maradt meg. Igazolhatóan a képző az en, ami eredetileg ugye önálló szó volt, és nagyon sok en kezdetű önálló szavunk volt, még palatalizálódott, lágyult is ez az en. Az elmúlt alkalommal a nyékről beszéltem. Ott van ez az en, ami palatalizálódott, lágyult. Megyünk tovább. Böszörmények és csuvasok. A böszörményekről és a csuvasokról külön írtam tanulmányt. Itt röviden csak annyit mondok, hogy a böszörmény népnév szintén személynévi eredetű dinasztia névből lett. Megtaláltam a személynevet a hunbolgár évkönyvekben. A böszörmények és a csuvasok tanulmányt jóval korábban, közel 10 éve írtam meg, és mi történt, amikor a Dzsákfártári hunbolgár évkönyveket lefordítottam, ott van benne, hogy Dzsám királynak volt 5 fia, amiről beszéltem még a Pártus konferencián is, az oroszok 5 korona címen fordítják le. 5 fia, mindegyik király lett, az egyik bulgár, a másik burtasz, a harmadik alán, a negyedik szarmata, de ennek később lett egy csirmis változata is, és az 5. pedig beszer. A beszer a töve a böszörménynek, vagy beszermen, ugye biszermen sokféle változata van. A Volga-Urál vidékén nagyon sok földrajzi névben is előfordul. De mi az a men? Az is megvan az adatokban. Van olyan adat, amelyikben utód jelentése van olyan adat, amelyikben ember jelentése van olyan adat, amelyikben sar jelentése van, de ismerjük az angolból a men ember jelentésben is, igaz, férfi jelentésben, de a hunbolgár évkönyvekben, én gyakran mondok hunbolgár évkönyveket, mert ugye a bulgárok azok hunok is, de végső soron turáni gyökerűek. És a bulgár ugye ennek az 5 testvérnek az egyike, mindegyik király lett, és ezek a nevek is ugye személynévi eredetű dinasztia névből lett. Na most a beszermen pedig ugye beszernek az utódja herceg volt. A csuvas pedig egy másik, mondhatnám azt, hogy ma úgy fogjuk fel, hogy másik nép, de hogy miért egy cím alatt veszem őket, az azért van, mert a csuvas változat az egyrészt úgy néz ki, hogy,
hogy a mai Komizürjén területen legalább 6-7 olyan víz folyónév van, amelyik szinte egy csomóban, egy területen szerepel víznévként, folyónévként. De a csúvasok ma, ugye a Volga nagy kanyarulatában van a Csúvas Autonóm Köztársaság, ahova én kikerültem 5 éves koromban részképzésre, és ott gyűjtöttem az első neveket, a földrajzi neveket. Ők magukat Supásnak hívják, Supás. De tulajdonképpen a Supás meg a Csúvás alapváltozat, tehát még a személy, és a Supás a személynév, személynévi eredetű dinasztianévből lett népnév, de az az érdekessége ugye ennek a népnévnek, hogy víznévben is megvan a Komizürjén területen. Na most az orosz források azok megírják, külön dolgozatban, ugye én ezt feldolgoztam külön könyvben, ezt az anyagot, hogy a csuvasok a Komizürjén területről jöttek a mai lakóhelyükre, és őket korábban beszermeneknek, böszörményeknek hívtak. Tehát a csuvasoknak, csuvasok valójában böszörmények. De még a böszörményekről sok-sok információ van, hogy ők hol voltak előzőleg, és nekik nagyon-nagyon sok közük van a szarmatákhoz, mert Komizürjén területen ugye szarmaták éltek hosszú időn keresztül, és azok ott hagyták a nyomaikat. Nem mondhatok ezekről se sokat. Bolgár népnév, ugye bolgá, a szót, az R pedig a képző valamivel való ellátottságot jelölő, és mondtam, hogy ugye az 5 fiúnak az egyike a bolgár vagy bulgár alapváltozat, és a bolgá az pedig összefügg a Volga folyónévvel is, meg nagyon-nagyon sok folyónévvel. Közszóként megvan a baskíroknál bolák formában, a tatároknál pedig bulák formában, és folyójelentésű szó. Nagyon fontos az, hogy ezek a szavak a sok-sok nyelvben megvannak. És ezeket az adatokat hoztam is a könyvemben. Megvannak, ma is használják közszóként. És ennek van a buláknak, a csúvasban polák, palák, nagyon sok van, sok változata van, és van ulák változata. És hova jutottunk el? A magyarban ennek van olá változata is. És amikor a bulgárnak van ulág neve is, akkor nem szabad összekeverni a bulgárokat, ulágokat, oláokat, meg nem szabad összekeverni azt a népet, amelyik a mai Romániában él, és van egy olyan nép, amelyik a hegyről, mint kecskepásztor jött le. Tehát itt nagyon-nagyon fontos és aprólékos kutatásokra van szükség. Megyünk tovább. Szarmata, Csirmis. A szarmata, ugye említettem, hogy Komizürjén területen is rengeteg nyomot ott hagyott, és a szarmaták ott léteztek, de mentek északon keresztül, nem véletlenül, hogy ott hagyták a nyomaikat a finn, a svéd, meg norvég területeken, eljutottak a brit szigetekre. Nagyon sok nyomot ott hagytak. Fel lehet fedezni. Nagyon sokszor régi állapotokat őriz meg az angol. Olyat, amit szinte konzervált a szarmata állapotból.
Nincs időm most ezekről beszélni, de le vannak írva. A csirmis pedig azért érdekes, mert szerepel a bulgár évkönyvekben is, a Dzsákfártáriben, és amíg a szarmatának van olyan alapváltozata is, hogy sármát, sármas, sok csúas eltett változata van meg a földrajzi nevekben is. Ez a csirmis változat pedig hol maradt meg? Van egy olyan név, amelyet finnugornak tartanak, vagyis az uráli nyelvcsalád finnugor, azon belül is a finnvolgai ágba sorolnak, az a Mari. Azt mondják, hogy a Mari az az önelnevezés, a csirmis, a cseremis pedig az idegenek által használt elnevezés. Kérem szépen, a cseremiszek másképpen Marik, ugye, amit önelnevezésnek mondanak, de most fogok előre szólni, hogy a Marinak a neve is mivel kapcsolatos. Tehát a csirmis az a cseremisz változat, itt semmi köze uráli nyelvcsalád, finnugor, ága, itt másról van szó, turáni gyökerekről van szó. A Mari pedig majd később fog szerepelni, és ha jól emlékszem, a kelet kapuja legutóbbi számában is szerepel. A Mari a Dzsákfár Tárehi hunbolgár évkönyvekben szerepel a Mari változatnak egy már formája, és azt jelenti, hogy fény. Ezt már itt is mondtam az önök körében, hogy a már, mint fény, az ber formában megmaradt a hónap neveinkben. Mert a holddal is összefüggésben van, mint fény jelentésű szó. És fényünnepet tartottak már sok-sok ezer évvel ezelőtt, sőt úgy is mondhatnám, hogy 10 000 évekkel ezelőtt fényünnepet tartottak ott a Volga-Urál vidékén. És a másik, tehát a Marik őrzik ezt a nevet a mai napig is, és személynévben is megvan. De van egy másik népnév is, a Mordvin. Azt is a finnugor, az uráli nyelvcsaládba sorolják. A Mordvin pedig Mort ugyanaz, mint a Már, és a Dvin az pedig egy alapváltozata annak a szónak, ami magyarul azt jelenti, hogy született. Dukán a született, csúvasban Tován, és az anatóliai török a mai napig is azt mondja, hogy Dujungünü születésnapja. Tehát születést jelent. És a Márdukán az azt jelenti, hogy fény született. Ennek is van személynévi változata is, mert a Dukán, Tován, Tuván változatoknak van olyan fejleménye, hogy Ton, Tán, és még magyar személynév is tartozik ide, a Márton. Megyünk tovább. A burtászról tartottam előadást még decemberben, és erről most nem kívánok szólni, azért sem, mert ugye az öt testvérnek az egyike, Alán szintén az öt testvérnek az egyike. Azért fontos, mert az Alánt irániak tartják. Vagyis, ha iráni, úgy gondolkodnak, hogy akkor perzsa. De maga az Irán név sem perzsa. Kérem szépen, Irán és Turán testvérek voltak egy bizonyos családfán.
megvan a torgai magyaroknak a családfáján. Testvérek voltak, ezeket is feldolgoztam, ugye előadást is tartottam belőle több helyet. Benkő Mihály felkérésére vizsgáltam meg ezeket a családfákat, az arabírásosat, a latinbetűsöket, meg a civilbetűs családfákat. Tehát iránturán testvérek voltak. És Alán pedig ugye az öt király fiúnak az egyike, a türk. A türkről azt mondtam, hogy a Turánnak az alapváltozata. Mahmudál Kásgári megírta a türk nyelvének a szótárát, nyelvtanát és nyelvjárását. És a türk, meg a türinke, ahogy szóltam az elején, Turánnak az egyik alapváltozata. Egyébként a türk is személynévi eredetű dinasztia névből lett, és sok forrás szerepel az, hogy a türk az hun. Ha hun, akkor pedig szkíta és turáni. Baskír. A baskírokról nagyon-nagyon sok, hát tulajdonképpen, ha nem nagyon-nagyon sok, de azért viszonylag sokféle elmélet született a baskír népnek a megfejtésére. A baskír a mai lakóhelyén nem eredeti volt, hanem oda érkezett. És a Dzsákvártári szerint kazakisztáni ugorok voltak. Ugorok a baskírok, oda mentek arra a területre, és vitték az ugor nyelvet magukkal. De hát, ahova mentek, ott is ősi gyökerű ugor, hungár és turáni gyökerű népek voltak, és olyan gyökerű nyelvet beszéltek, tehát mindig csak megerősödtek, meg gazdagodtak. A szláv, az, ami a szlávot illeti, nagyon fontos, az első két részletben írtam meg, a Kelet kapujában megjelent az első része, és azok a szakirodalmak, úgy tűnik azok a kutatók járnak, és azokat a szakirodalmakat igazolják a Dzsákfár Tarihi bulgár évkönyvek adatai, akik arról szólnak, hogy a szláv a szaklan. Szaklan, szaklav. És a Kaukázus vidékén is megtalálhatók voltak, sőt korábban ott voltak megtalálhatók, és a nyelvészeti szempontból a szaklan, szaklav, meg a szláv, ezek alakváltozatok. De ennek alakváltozata szlovák, szlovén is, úgyhogy majd a következőkben a szlovákról, meg a szlovénról nem is kell szólnom, mert így függnek össze. Az orosz. Az orosz is személynévi eredetű dinasztia névből lett urusz, és ráadásul ezek nem idegenek, mert ezek is turáni gyökerűek, mint kiderült. Turáni gyökerű még az urusz is, de az orosz népnévről egyébként Debrecenben tartottam körülbelül 15 vagy 20 évvel ezelőtt egy előadást az egyetemen, és akkor elmondtam azt, hogy ez személynévi eredetű dinasztia névből lett, és nagyon-nagyon sok köze van a magyarhoz. És azok a magyar személynevek, akik az orosz nevet viselik, mint családnév, családnevet, azok nem lehetnek idegenek, csak is a magyarság gyökereivel vannak kapcsolatban.
Ezt meg is támogatták a bulgár évkönyvek, mert arról írtak, hogy Urusz fejedelem lett az oroszoknak a vezetője, és ez a személy, mert ők úgy gondolták, hogy a nép ő rá hallgat. Hát, kikből álltak? Nem tűntek el azok az emberek, az a nép, a sok-sok ember nem tűnt el, akik sok tízezer éven keresztül itt voltak ezeken a területeken, amely területeken ezek a népek megtalálhatók voltak, sőt az utódaik ma is ott vannak. Azok nem tűntek el, hanem az orosz esetében például egy idegen gyökerű, mint egy alig 20%-nyi az én kutatásaim alapján, alig 20%-nyi idegen szál jött oda, de a többi az turáni gyökerű. És még a népnek a neve is turáni gyökerű. Amit ugye a bulgár évkönyvek megerősített. Horvát. Szlávoknak tartják őket is, és a horvát, az Kungrát, Kuvrátnak a bulgár királynak a nevét viseli. Aztán, de hát a nyelvében is magas százalékban őrzött meg turáni gyökereket. És nem csak szókészletben, hanem toldalékokban is. Toldalékokban is, képzőkben, ragokban, jelekben. Ezt én külön feldolgoztam, és majd hozzá lehet jutni, ha lesz kiadó, aki kiadja, mert ezek a szavak, önálló szavak és toldalékok, azt hiszem már hoztam ilyen példát ebben a körben is, hogy azt, mikor azt mondom, hogy jácsitájú, akkor a já előzménye az en, vagyis az én, a magyarban is előforduló személyes névmás. Akkor a jú, az pedig megint személyes névmás eredetű a személyrag. Mert a jú, az meg ünre megy vissza, az megint ugye én, meg a benne van a münk, ugye münk változata is van, amikor szókezdő magáhangzóval is létezik az én. Jacques Vártári, vagy a Hunbolgár évkönyve, nem a Hunbolgár évkönyve, hanem Kásgáriban is benne van man. És milyen érdekes, azokban a nyelvekben is megvan a man forma, csak most nem, ugye nem a mai előadásnak a témája, amelyeket az uráli nyelvcsaládba soroltak. Bizony, man, azt jelenti én. No, hát akkor, de még hogyha a második szemét mondanám az oroszban, pécsitájes, az az es, az pedig a te személyes névmásnak a kezdő másalhangzóját őrzi, amely nem ez, es, de es formában megvan a törökségben, anatóliai törökben szen. Megvan a csúvasban is, de ott más a szerkezet, mert ott azt mondja, hogy ebből én, az b, p, bennek a fejleménye, és e, az meg azt jelenti, hogy ez. Magyarban megvan úgy, hogy e. Ugye mi szoktuk mondani, hogy ez helyett azt mondjuk, hogy e, eni, igaz? Ezni. De megvan ugyanez a komiban is, meg az űrjén, komi zűrjénben, és világosan onnan ott származik arról a területről, tehát ez a
Ez a fajta nyelvhasználat szarmata gyökerű. A Tiszántúlon, amikor én ott Hajdunánáson születtem, és ott a Hajdúhatházon nőttem fel, mi nem is mondtuk azt, hogy ez, mindig azt mondtuk, hogy elni, nem mondtuk azt, hogy ezni. Nagyon sok mindent úgy mondtunk, ahogy a mai napig is előfordul sok helyen, olyan helyen, ahol a szarmaták előfordultak egyébként, meg Hajdúhatháznak az első lakosai szarmaták voltak még a helytörténeti könyvek szerint is. Menjünk tovább. A szerb pedig azért érdekes, mert a csuvasoknál is, meg a szintén, hát ez is személynévi eredetű dinasztia névből lett népnévvé, és sok ilyen nevű király és fejedelem létezett a Komizürjén területen is, meg a mai, tehát a Volga-Urál vidékén. Ezeket mind megtalálhatjuk a bulgár évkönyvekben, de a földrajzi nevekben is megvannak ezek a változatok. Ezt most nem is hangsúlyoztam. Hát nálam ugye ott kerültek terítékre először. Aztán a lengyelről is írtam, meg az az érdekesség ennek, hogy van egy másik nevük, ugye a Polis, mint népnév, és Polland, ugye, mint országnév. Ez is turáni gyökerű. Itt nem tudok időzni az ukránról, el kell mondanom azt, hogy az ukrán az névben az hungár van meg, de a töve, az ukrátő meg van Kásgárinán. És amikor erről a népnévről írtam, hoztam az adatokat Kásgáriból. Itt, hogyha most lejjebb mennék, ugye akkor lehetne látni, hogy ott van, de majd a végén végig szaladok rajta. Nem biztos, hogy éppen lehet majd látni a Kásgáriból vett adatokat, hogy náluk is előfordult ez a nép. Még le is írja Kásgári, hogy mások is úgy öltöznek, mint az ukrák. Tehát a kultúrájuk azért mindenféle téren fontos volt, meg hatott másokra. Na kérem szépen, hát itt ugye még a ruszin, szlovák, de a tót az még egy nagyon, nagyon érdekes, azért nagyon érdekes, mert engem nagyon, nagyon izgatott az, hogy én nekem volt egy általános iskolás osztálytársam, még úgy félig meddig barátnők is voltunk, mert mindig együtt mentünk iskolába, én a falu széléről, az erdő széléről, ő pedig úgy beesett nekem. És akkor ma azt mondanák, hogy felvettem a kocsira, de csatlakoztunk egymáshoz, és akkor együtt, de Tóth Zsuzsánnának, hát olyan magyar, hogy nagyon, hogy lehetne az egy szláv név? Úgyhogy azóta izgatott engem ez a név, leírtam, megvan a megoldás, de sajnos most már még a többi névről se tudok, se beszélhetek, mert itt vannak a címnevek, és a címnevek látják, hogy itt mennyi népnévről kellene még szólnom. Itt vannak a címnevek, ugye az Úr, Turán, Tárkány, Tegin, Király, Maharadzsa, Rajput, Szultán, Kán, Kündű. Ezekről a címnevekről írtam. Ezek mind turáni gyökerűek. A put azért érdekes, mert ez fiú utódja valakinek, és maga a Rajput, az pedig királyfit. Hát Aranéva gyönyörűen leírta, királyfit jelent,
És társadalmi címnévként ugye ideírtam a címnévként az Úr, az Isten neveknél is szeretem, mert ez a Tengrinek az egyik alapváltozata, a Turán pedig ugye megvan népnévként, a Tákájról beszéltem, mint törzsnév, de ez is ugye címnévként is szerepel, a Tegin is megvan, a Tegin is szerepel címnévként, de inkább most a királynál állnék meg egy pillanatra. A királynak a királya töve, és ugye sokszor beszélnek a kör szavunkról, a ker változatról, a kír változatról, tehát ez egy ős gyök, de nem is abszolút gyök, hanem ez már viszonyított gyök, mert még tovább bontva, ki plusz rá elemekre bontható. Na most miért van bátorságom ezt elmondani? Hát mert 46 évig kutattam, és rengeteg adatom van rá, amit ugye most nem tudok önöknek itt tálalni, mert nincs rá idő, de hát csak jelezni tudom, hogy már a relatív szót, ő a kirá, ugye ez is sok előfordul, sok személynévben, és az el, meg király változatban is megvan, meg král. A törökök még a mai napig is azt mondják, hogy král, és kötükrál, rossz király, vagy mondhatnám, így král, az meg jó király, és jével, ellipszilonos jével is. Na most a Maharadzsa pedig azért érdekes, mert a Maha és a Rádzsa összetételből áll. A Rádzsa ugye megvan a Rádzsputnak az előtagjában, a Rádzs, a Maha az pedig nagy jelentésű szóval tartozik össze, meg a forrás, a maggal is összetartozik. Nagy jelentésű szóval miért tartozhat össze? Azért, mert a mag az egyszerre kicsi és egyszerre nagy. Miért? Mert ha nagy, akkor nagyon ősi, de ha a formáját nézem, a méretét nézem, egy mag tulajdonképpen kicsi, ugyanakkor mégiscsak a legnagyobb, mert nem csak azért, mert legrégibb, a legtöbbet tudja. A mag mindent tud. És a szultánról se tudok már beszélni, a kán, ugye annak az alapváltozata a kagán. A kündülről annyit, hogy ez a kend alapváltozata, és az anatóliai törökben ma is használják, azt mondják kendim, azt jelenti, hogy magam. Kendim, magam. Ott az M is, mi is azt mondjuk, hogy magam, ott az M, igaz, a végén. A kendi, az pedig kendi változat, ugyanaz, mint a kündű. Egyéb köznevekről szólok, a csillag, a szekér és a körte köznévről szóltam, mégpedig, vagy szóltam a könyvben, mégpedig azért választottam ezeket, sok-sok köznévről lehetne szólni, de sok-sok köznév szerepel más-más anyagban is. A csillagnak a csill az a fény, és sok fényjelentésű töve, a lag, az pedig valamivel való ellátottságot jelölő képző, és ez egy teljesebb forma. Ha azt mondom, hogy csilla, ott is a la, az már egy rövidebb változat. De van, amikor csak az el maradt meg, ilyen szavakról is szóltam már. No, tehát az egész, a szónak a szócsaládja szerepel az anyagban, a szekér pedig azért érdekes, mert ez a kerékre vonatkozik. A szekér, az tulajdonképpen a kerekéről kapta a nevét. És
A szókezdő esz az eredeti tének a fejleménye, és a törökségben megvan tekerlek, teker, stb. Formában. Nálunk is megvan tekerőpatak, ugye? Belevettem a tekerőpatakot is, ugye benne van még a szótáramban is, mert sok-sok ilyen földrajzi név is van. És még egy érdekeset. A szakirodalomban, meg a forrásokban is mit szoktak írni? Azt szokták mondani, hogy a szekér a szkítáknál olyan formájú, mintha egy szekrény lenne rajta, olyan, mint egy szekták. Úgy szokták mondani, hogy szekrényes szekér. Na most tulajdonképpen a szekrény, az is a szekrénynek a tövében benne van a szekér szó, tehát összefügg, nem véletlen. Mert maga az egész szekér átvette a keréknek a megnevezését. A körte pedig még egyetemista koromban diákköri dolgozatot írtam a növénynevekből, aztán gyümölcsnevekből, még a szakdolgozatom is ezekkel kapcsolatos lett, és a körte azért került bele ebbe a kötetbe, mert a kürt törzsnévvel kapcsolatosan ugye nem tudtam részletesen szólni róla, de itt, mint gyümölcsnévről szólok részletesen külön tanulmányban, tehát nem két-három sorban vagy fél oldalban, hanem külön tanulmányban, mert ezt is megírtam korábban. Most újraolvastam ezeket, és ha tudtam, akkor ki is egészítettem. Szerencsére javítani nem kellett, mert az, amit megírtam korábban, ma is megállja a helyét, hiszen mindig azt mondom, amikor kutatunk, akkor nem találgatni kell, mi csak tolmácsok vagyunk. Vagyis, amit az adatok mondanak, mi tolmácsoljuk. A tolmács pedig mit csinál? Értelmez. Tehát más nem mondhatok, csak azt tolmácsolhatom, amit az adatok mondanak. Ide pedig nem is a végére, hanem tulajdonképpen itt kezdődik a könyv. Egy mottót választottam. Egyre nagyobb szerepet játszik a toponimika, amely teljesen új adatokat szolgáltat, és arra indítja a kutatókat, hogy egyes, néha még általánosan elfogadott nézeteket is felülvizsgáljanak. Matvejev írta ezt még 1962-ben, itt van a lapszám is, hogy hol lehet megtalálni. Nagyon fontos, egyébként mások is írtak erről, hogy a toponimika mennyire fontos. Hát én tulajdonképpen a toponimikát, a földrajzi neveket dolgoztam fel, és a földrajzi nevek nyújtották számomra azokat az ismereteket, amelyeket most önöknek is tolmácsolok. Nem tudok más csinálni, szépen lassan látják előszó és bevezetés, még a népszóról is írok, hogy milyennek az összetétele az én kutatásaim alapján a né és a p, vagyis a nő és a fiú. Manapság ezt már elfelejtik, a nő és a férfi párosnak a szentségét, ugye? Mert ez maga az élet. Ha ez nincs, akkor nincs semmi. És hozom a példákat, más nyelvekben milyen néven nevezik a népet, az országot, amit látják, összefüggéseket hozok. Itt van először a Turán,
aztán most szaladni fogok. Látják, hogy azért sok, itt van Ucsi Rajcsú professzornak. A tüdün hozza a tüdün törzset, és nézzék csak meg, tüdün. Hát az avaroknál volt a tudun, ugye? Kérem szépen. Igen. Ugye? Igen. És T, eredeti T fejleménye a D is, meg az R is, ami a Turánban van. Mondtam, a Türinke változatot, ugye? Nem tudunk itt idézni, mert az a rengeteg toron, turon példa van, de így átpásztázva alátják források, krónikák adatai, és ez már éppen a magyar népnévnél van, tehát alaposan körbejártam. Akkor itt van az ugor. Szimbolikusan meddig lehet elmenni, amikor vizsgálok egy nevet. Nagyon messzire lehet menni, még a németek is őriznek meg nagyon sokat. Van példa. Még a Bach a folyó szavuk is Turán egyökerő átvették. Patak. Tessék? Patak. Patakot. Persze, patak. Így van, patak. Így van. Akkor itt éppen a böszörmények, népi kulturális jellemzőjük, történetük, aztán esküvő, csuvas esküvő, böszörmény esküvő, ezeket lefordítottam egy tanulmányt, amely gyönyörűen leírja ezeket a dolgokat, és felismerjük a jellemzőket a mieinkben. Az ős, gyerekkoromban én ilyeneket láttam. Itt is nagyon jó példák vannak, de itt éppen a csuvas népnévvel kapcsolatosan, aztán összegzés, rövidítések, források, akkor magyar, itt már, ugye látják, itt van a sármas, a szarmatával kapcsolatosan. A csuvasok használják ezt a nevet, és azt mondja, sármas jenyél, a Volga mezei oldala, ugye a jenő kapcsán a jen az oldal előfordul, és azt mondja, sármas oldala, és utána pedig leírják, hogy így hívják a Volga mezei oldalát. Na, megyünk. Még sok magyar személynév, család. Sármanság nincs. Sármas. Tessék? Van valahol Erdélyben is ilyen sármanság, vagy valamilyen hasonló neve. Meg kell, mindegyiket meg kell nézni mindig. Helytörténeti bortász, igen. Bortász, portász formák. Igen. Na, itt például hozok egy olyan példát, hogy Szaricsin az időszámítás előtt 107 és 65 között volt, létezett, és leírja a bulgár évkönyvek, hogy Balák fia, Alán unokája, és még, hogy ki mindenki viselte a nevet. Úgyhogy Mádzsi király például, ez meg a magyarnak, a Mádzsi, az meg az a magyar tövének az alapváltozata. Itt megint ugye a hon, itt szerepelt a hon, alapváltozatai hun, szjunnu, több alapváltozat is van természetesen, mint amit én itt megemlítettem. Még a szerbiek is szerepelnek. Aztán Szjánbi, ez a szerbinek egy alapváltozata. És itt is ugye, itt van alapváltozata Szjurbi, de Szürbi is változat is. Itt van Hun, törzs, csuvasokat is hívták így, és így tovább.
most megint ugrunk egy nagyobb, mindig csak egy picit tudok megállni, de látják, hogy részletesen megírtam. A szamojéd, na, még itt a szamojéd népnél még azért azt hadd említsem meg, hogy hát olyan példát hoz a történeti etimológiai szótár, hogy mint hogy önevő, azt jelenti. Hát kérem szépen, önevő, ilyen népnév, hát nincs rá szó. De az, hogy ha azt mondom, hogy számojéd, a számo az maga, a szám az a maga, a jéd az meg helyet jelent. Tehát maghely, ősi hely. A jed a törökségben jer változata is megvan, meg még annál sokkal több változat is. Na, hát ha és akkor a végén, ugye nem csak egyszerűen rövid, van egy összesített rövidítésjegyzék is, mert az egyes tanulmányok végére is írtam rövidítés meg irodalomjegyzéket, de a legvégére írtam egy összesítettet, amit itt lehet látni, ABC sorrendben. És akkor irodalomjegyzék meg forrásjegyzék a legvégén, itt is források és irodalom. Na, kérem szépen, és ebbe a forrásjegyzékbe már belekerült a földrajzi nevek etimológiai szótára is, mert ugye mindig hozom az adatokat, de most már ugye nem csak kéziratban, hanem kiadott formában is szerepel. Ennyi jutott mára, sajnos, de hát tulajdonképpen nem biztos, hogy sajnos, mert ennek a mai előadásnak is az a feladata, hogy tájékoztassunk, és meg lehet nézni majd a teljes könyved, hiszen amit látják, 400-401 oldal az egész anyag. Tehát bőven igazolom, sok-sok példával bizonyítom azt, amit én itt most röviden jeleztem önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak! Тұрамын ұлы қалғымасын, тұрамын тұлы шағылмасын, бәк тұрасын ұлы өндер ұмын ұлы.